Önkormányzati percek, ha megválasztott válaszol, mégpedig olyan típusú kérdésekre, amelyek arról szólnak, hogy a lazulás a járványhoz kapcsolódó változások nyomán aktuálissá vált programok közül mi az, ami tényleg megvalósulhat. Úgyhogy legutóbb még tervekről, reményekről, elképzelésekről beszéltünk, de talán mostanra már vannak konkrétumok is, igaz-e? Igen, valóban így van. Hát az elmúlt évünket azt ugye a közösségi portálokon éltük eléggé, hiszen nagyon sokan sok mindenhez hozzászóltak, elmondták a véleményüket. Az élő jelenléti találkozás az hiányzott az embereknek. Ez nagyon érezhető. Mai napig kimegyek az utcára, és elkapnak, és képesek lennének fél órát is beszélni. Úgyhogy végre nyitás van ennek természetesen. Én magam is, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon örül. Éppen ezért szervezzük is a kőbányai programokat. Nem minden úgy sikerült azért, ahogy elterveztük, hiszen úgy volt, hogy lesz egy 30-án egy nagy futás, Fussa városodért, talán az utolsó alkalommal említettem is ezt. Azt a szervezők végül is lefújták, viszont lesz streetball fesztivál, most 12-én, június 12-én, és vettünk egy nagy levegőt, és azt mondtuk, hogy a Szent László napokat is Kőbányán megtartjuk. Természetesen azért nem 100%-ban úgy tudjuk megtartani, mint ahogy a korábbi években, a pandémia előtti időszakban, hiszen az oltási igazolás az kötelező, mondjuk egy-egy koncerten, ahol 500 főnél többen vannak, úgyhogy ezt mindenképpen magukkal kell hozni azoknak, akik élvezni akarják a koncerteket, de egy háromnapos rendezvényt szervezünk, ergo koncert lesz szombaton, pénteki napon a Hair Musical, illetve vasárnapi napon is szintén lesznek még koncertek, illetve ami a sportot érinti, mert a Szent László nap nem maradhat sport nélkül, megtartjuk a Szent László napi futást is, különböző számok, illetve távokkal, illetve ami nagyon fontos lesz idén, hogy megpróbáljuk a családokat bevonni, és családi váltófutásokat is különböző távokra a szervezők még kitalálják pontosan, hogy mekkora távot, hogyan, hányan, tehát egy staféta átadásával családi szintre próbáljuk hozni. Ugyanakkor a kőbányai bringás is folyamatosan szervez programokat, és látszik, hogy az élni akarása, az együvé tartozásnak a vágya az kifejeződik az emberekben, mert tartok tőle, hogy mi azt gondoljuk, hogy kevesebben fognak jönni, akár a Szent László napokra is, a korlátozások miatt, vagy a lassú feloldás miatt, de tartok attól, hogy meg fogunk lepődni, és rengetegen lesznek. Miközben azért persze nyilván az óvatosság az fontos, meg hát az önkormányzatnál is jól tudjuk, hogy azért figyelnek arra, hogy a járványveszély még nem múlt el, csak enyhült lényegesen. Rengeteg olyan tere van, és nem csak tere, hanem kifejezetten kiépített sportpályája Kőbányának, amely folyamatosan megújul, ha úgy tetszik, fejlődik. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen újdonsága? Hát igen, van. Ugyan nem sportpálya, de a Legyen Tered 2, ugye ez is egy közösségi tér, hiszen egy kutyafuttatót terveztünk a Kolozsvári utca, illetve az Ónodi utca sarkára. A kutyafuttató az már működik, mellé most éppen a múlt heti, vagy a két héttel ezelőtti tevékenységemnek köszönhetően az Oázist is bevontuk. Ők például 2000 tő évelő egynyári virágot biztosítanak. Épp tegnap kezdődtek a munkálatok, viszonylag ez rövidebb, gyorsabb lesz, mint ami az első ütemben volt, úgyhogy várhatóan azt június 17-én fogjuk tudni átadni, úgyhogy az egész térre már igazából csak egy Sajó Sándor szobor hiányzik majd, amiben én képviselőjeként fogok küzdeni, hogy akár a jövő évi költségvetésben már betervezzünk egy szobrot is oda, ha már Sajó Sándorról neveztük el.
Visszatérve a sportra, ugye az uszodánk elindult, jó tapasztalatok vannak, az emberek járnak úszni, és egyre több lesz. Sajnos a strand idén nem tud megnyitni, hiszen a strandudvart is felszeretnénk, vagy az úszodához tartozó udvart felszeretnénk újítani. Ez várhatóan szeptemberben kezdődne, és ebben az évben be is fejeznénk. Úgyhogy ezt az évet még a pandémia jegyében kell, hogy elviseljék az emberek az úszoda és strandfürdő területén, de a jövő év az már teljes mértékben egy megújult stranddal lesz teljes. Kőbányán az utóbbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy a TAO pénzeket a sporttal kézen fogva általában közösségi hasznosításra is alkalmazták. Van-e még ilyen típusú összeg, amit lehet erre a célra költeni? Az az igazság, hogy itt az évek jól kialakult szokása alapján most már nincs is nagyon szüksége a sportegyesületnek ahhoz, hogy a mi önkormányzatunk, vagy akár én is itt koordinátorként tevékenykedjek, hiszen azok a cégek, akik tudnak társasági adót biztosítani sportfejlesztésekre, azok már a sportegyesületeket direktbe meg tudják találni. Múlt héten is volt azért egy olyan telefon, hogy van még 7,5 millió forintjuk, címkézni tudom-e valakinek, hogy mert ezt felajánlják. Természetesen még volt olyan, aki nem töltötte be az adott évre vonatkozó lehetőséget, így a kisének tudtam biztosítani a kőbányai focistáknak, de a Darazsak is, a Törekvés kosárlabdázói is, és a többi klub is, a Kőbányáért Egyesület is fel tudta tölteni. Ez azt jelenti, hogy a kőbányai cégek továbbra is odafigyelnek, hogy segítsenek a kőbányai sport fejlesztésére. Ugye mi azt szeretjük mindig, és olyan irányba próbáltuk mindig befolyásolni, hogy elsősorban azok felé irányítottuk ezeket a lehetőségeket, a TAO-s forrásokat, akik valami beruházás jellegű, vagy felújítás jellegű megoldásokban is gondolkodnak, túl a szakmaiságon, amikor az edzők bérére, illetve akár a pályabérlésre fordították a TAO által biztosított összegeket. Idén is azért lesznek ilyen jellegűek, megújul a Zrínyi gimnáziumnak a parkettája, hiszen ott a kosárlabdázók napi rendszerességgel edzenek, meccseket játszanak ott, úgyhogy az lesz, illetve a Zsíros Tibor Akadémiának a csarnokának a tetején egy-két helyen ott az UV-sugárzás miatt berepedezett és befolyt a víz, ott aznak a kijavítása szintén meg fog történni, úgyhogy folyamatban van minden Kőbányán, és bízom abban, hogy a pandémia után ez új erőre fog kapni. Most már június van, és egyre reálisabbnak látszik az a lehetőség, hogy valóban lesz olimpia Tokióban. Kőbányai szemüvegen keresztül nézve, mi az elvárás, mi a reménykedés? Hát elvárás nincsen a mi részünkről. Természetesen örülünk annak, hogyha kőbányai sportolók, vagy ha nem is kőbányai lakosok, de kőbányai sportegyesületben sportolók kijutnak az olimpiára. Azt gondolom, hogy olimpikonnak lenni valaki az életével, hogyha számvetést végez, és azt mondja, hogy ő volt egy olimpián, az önmagában egy nagy dicsőség. Én a napokban beszéltem Eisenkrammer Karcsival, aki a 92-es olimpián, mint kerékpáros részt vett, és tényleg csodálattal hallgattam az ő történeteit, hogy 92-ben a barcelonai olimpián ő ott lehetett, és sportolókról mesélt, és ez azt gondolom, hogy aki sportoló, az valahol a szakma csúcsa, hogy egy olimpiára kijuthasson. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az már egy nagy dicsőség, hogy kijutnak, hogy éremesélyek vannak-e, lesznek-e, bízom benne, hogy azért igen, akár az úszók részéről,
részéről, talán a vívók részéről is, de kőbányai kajakos is kijutott az olimpiára, és kajakban nehezebb, kis túlzással mondom, nehezebb egy magyar bajnokságot megnyerni, mint egy olimpiát. Szerencsére ennyire jók vagyunk kajakkenuban. Kenus a fiú egyébként, aki kijutott. Úgyhogy vannak kőbányai sportolóink, oda fogunk figyelni rá, úgyhogy én a szabadságomat is úgy terveztem, hogy az olimpiát azt mindenképpen lássam. Akkor sok sikert, de addig még valószínűleg itt ott találkozunk. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen.